Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes témával fogunk foglalkozni, hangfáj kiírása szövegfájba. Ez mit is jelent? Hát mindenki sejti azt, hogy van egy MP3-as vagy egyéb felvett hanganyagunk, abból írásos anyagot szeretnénk csinálni előadások vagy riportok kiírására. Sokszor előfordul, hogy egy előadást valaki felvesz, ilyen diktafonnal, telefonnal egyéb, vagy éppen egy riportot készít valakivel, és szeretné írásba is azt látni, nyilvánvalóan, hogyha olyan helyre készül, akkor természetesen nem nekiáll hallgatni és legépelni, mint ahogy régen volt, hanem megpróbálja ezt valamilyen digitális módszerrel megoldani. Például ilyesmi a telefonbeszélgetés kiiratása. Sokszor előfordul, hogy az ember felvesz egy telefonbeszélgetést, tehát a telefonbeszélgetés átírása az egy nagyon érdekes téma lehet. Ez azért is fontos, mert sok telefon elég fura formátumba vesz fel, de ezzel a módszerrel ezt ki fogjuk kerülni. Illetve előfordulhat az, hogy van egy videóanyag, például ez a videó, és szeretnél feliratot készíteni hozzá. Nyilvánvalóan nem fogod hallgatni és legépelni, hanem megpróbálod ezt digitalizálva megoldani, tehát valamilyen kényelmesebb megoldással. Azért mindenkinek azt mondom, hogy a jogi és etikai szabályokat tartsuk be. Én úgy gondolom, hogy ha valaki egy picike kis jogi ismeretekkel rendelkezik, illetve egy picike kis etikai érzéke van, ő neki nem lesz ez gond. Nyilvánvalóan azt tudod te átiratni TXT-be, mert én abba szeretem átiratni a dolgokat, amire te arra jogosult vagy. Az összes olyan sundán-bundán felvett hanganyagot, amit illegálisan vettél fel, ott már nem az átírással lesz a gond, hanem azzal, hogy miért vetted azt fel. Oké, tehát a jogi etikai szabályokat, normákat be kéne tartani. Én egy hangjáték végén lévő stáblista kiiratását fogom bemutatni. Általában, aki ismeri a régebbi videóimat, szeretem így bemutatni a dolgokat, hiszen ezek hallgatása, ezek rögzítése, letöltése, egyéb teljesen jogszerű, tehát senki nem fog belekötni a videómba, hogy milyen irgum-birgum csúnya forrásból szerzett anyagokat fogok itt mutogatni. Azaz, nyilvánvalóan figyeljünk oda, megint ismétlem, az erkölcsi etikai normákra. A hangjátékoknak a végén általában van egy ilyen kis stáblista, és általában ezek meg szoktak jelenni a médiaklikken leírva is, meg különböző forrásokból le lehet ezeket töltögetni, ki szerepelt benne, ki nem. Na hát van, amikor nem. Az esetek 90%-ában igen, de abban a 10%-ban, amikor nem, az nekem problémát okoz, hiszen a hangjátékokat, az így felvett, illetve letöltött, rögzített anyagokat természetesen én rendezetten szeretném tárolni. Oké, tehát egy stáblistát fogunk megcsinálni. Aki az előző hangoskönyv készítéses gondolataimat végighallgatta, őnek nem lesz ezzel gondja, természetesen a Sprechnote elnevezésű Flatpakben, ismétlen Flatpakben elérhető programot fogjuk használni. Oké, mi az első lépés? Természetesen az első lépés a telepítés, nyilvánvalóan ezt mindenki önállóan a saját rendszer szerint meg tudja tenni. Következő lépés, ezt már mutatom, mert szerintem lényegesen könnyebb valamit magyarázni, hogyha előttünk van, azaz elindítjuk a programot, ide megyünk, ezt kiválasztjuk, oké. Itt igazából még nincs semmi, szeretnénk egy MP3-as anyagot, az előbb emlegetett dolgot megnyitni és elindítani a rögzítését, mármint az átírását. Ehhez természetesen használunk egy programot, amivel te vagy vágod az anyagot, vagy lejátszod az anyagot, teljesen mindegy. Ezért szeretem ezt a módszert, mert teljesen mindegy, hogy milyen programból teszem át ide a bemenő jelet, abból ki, ebből bemenő audio jelet, mert ő nem azzal fog foglalkozni, milyen formátum, milyen MP3-as OG egyéb, rengeteg audiofile típus van, nem azzal fog foglalkozni, hogy mi az, ami az a file, tehát milyen kiterjesztésű, milyen állomány, hanem azzal fog foglalkozni, hogy melyik bemenő csatornán fog ő jönni, tehát honnan várja az anyagot. Ahhoz, hogy ezt élesíteni tudjuk, kettő darab dolgot kell megtenni. Az egyik egy automata dolog, és szerintem, aki már ezt a programot telepítette, vagy régebbi videóban ezt már látta, le kell tölteni azokat a modelleket, amiket használni szeretnénk. Nagyon egyszerű a letöltés,
Azt én nem fogom tudni megmutatni, hogyan működik, de rámutatok, hogyan kell ezt csinálni, mert az enyémben már az összes le van töltve. Azt is tudni kell, hogy ezek viszonylag nagy. Tehát ezek nagy állományok, hogyha már kiválasztottad azt a modellt, amit te használni fogsz, kitapasztaltad, hogy melyik a legjobb modell, ami a te igényeidnek megfelel, a legjobban az általad használt fájlokat átírja, akkor a többit érdemes kitörölni. Na hát hogyan töltünk le ebbe egy modellt? Ide megyünk a nyelvhez, rákattintunk, ide beírjuk például az, hogy hu, azaz magyar. Hu. Beírtad, hogy hu, kiválasztod, hogy magyar, és utána itt lesznek olyan, hogy beszédből szöveg. Ez az, ami nekünk kell, a többit nem fogjuk használni, legalábbis jelen pillanatban, és itt az lesz, hogy letöltés, és a letöltésre, az összesre rányomsz, hogy letöltés. Internet sebességtől függően lejön az összes modell, amit beállítottál, nyilvánvalóan ezek nagy állományok lassabban jönnek le. Egyszer kell megcsinálni. Logikus feltételezés, hogy később eltüntetjük azokat a modelleket, amik nem kellenek. Oké, tehát ezeket a modelleket be kell szerezni, ezek nélkül nem dolgozik. Próbáld ki az összeset, és tartsd meg azt, ami neked kell. Oké, miután lecsorgott, utána nincs más teendőnk, megmagyarázzuk a rendszernek, tehát ennek a programnak, hogy honnét várja a bemenőjelet. Nem azt csináljuk, mint ahogy régen csinálták, eléggé bugyult a módon, hogy a hangszórót a mikrofonhoz odafordítjuk, és akkor ami a mikrofonba szól, azt a hangszóron keresztül valami módszerrel átiratunk szövegbe, hanem itt azért ez a program már intelligens, a bemenő jelet meg lehet neki adni. A bemenő jel az, amin neked szól, vagy nem szól az adott audio. Tehát amit a te programodba beállítottál, kimenő csatornának, például a vonalkimenetet, vagy akármelyik hangkártya kimenetet, azt itt meg kell adni. Érdemes megadni, tehát ténylegesen megadni, nem automata módra állítani, mert akkor nem lesz probléma. Azaz, nyilvánvalóan ide megyünk a beállításokhoz, rákattintunk setting beállítás, és a beállításoknál a hangból, a beszédből szövegbeállítást fogjuk tenni, és itt van egy audio forrás, audio score, ezt beállítjuk. Nekem relatív sokféle van, azaz én kitapasztaltam, hogy ez az, ami az én hangszóromnak a kimenete, amit például itt a hangszóró kimenetnél, hangbeállításoknál be van állítva. Beállíthatunk mást is, amihez nincs hangszóró csatlakoztatva, tehát az is egy megoldás lehet, de én menet közben szeretem kontrollálni, hol tartunk, azaz a hangszóróból hallani is azokat a szövegeket, amiket éppen átír. Ez azért is fontos, mert ahogy ki fogjátok tapasztalni, hogyha hosszabb szünet van egy beszédben, akkor ez a rendszer le fog állni, mármint a rögzítés le fog állni, az átírás le fog állni, tehát azért jó, hogyha én azt kontrollálom, hogy véletlenül ne álljon le félúton egy-egy hosszabb szünet miatt. Ez a hosszabb szünet gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagyon kényelmes, mert a vége van a hang kimenetnek, tehát a hangnak, amit hall a gép, vagy hát kapja a jelet, és nem kap már jelet, mert nincs beszéd, megáll, és elindítja az átírási folyamatot, és nem neked kell lekapcsolgatni és elindítani. Oké. Tehát kijelöljük azt a hangkimenetet, jelen pillanatban kimenet, hangszóró kimenetet, amit használni szeretnénk. Nyilvánvalóan azt állítasz be, amit akarsz, alapvetően hangkártyán is van, nekem van külön a mikrofonban, ebben a kis mikrofonban egy kis hangkártyaszerűség, meg ott van az alaplapi kimenetek, tehát ki kell választani. Igen, tudom, hogy van olyan, hogy autóbeállítás, azt felejtsd el, nem biztos, hogy felismeri, és iszonyat kellemetlen az, hogyha elkezded átiratni a dolgokat, és mégsem nem ismeri fel azt a jelet, azt a kimenetet, amin te küldöd a hangot, és akkor újraindíthatod az egészet. Én beállítottam, egyszer kell beállítani azt, amit használsz, és utána nem lesz vele probléma, a többihez nem kell hozzányúlni, persze hozzányúlhatsz és állogathatod, de én az alapbeállításokat szeretem használni. Oké, ezt becsukjuk, és mi a következő lépés? Hát elkezdjük etetni a programot,
de előtte kiválasztjuk azt a modellt, amit szeretnénk használni. Itt az első fakban kiválasztjuk azt, ami nekünk kell. Én azt mondom, hogy próbáld ki az összeset, melyik írja át a te általad használt program, a te általad használt szövegekhez a legjobban a szöveget, azaz hogyan csinál a hangból szöveget, melyik a legkevesebb hibát tartalmazó. Én jelen pillanatban erre esküszöm, illetve ezt szoktam használni, kijelölöm, még egyszer megnézem, hogy jól jelöltem-e ki, és utána elindítom a lejátszást. A lejátszást elindítom, ezt a részt szeretném rögzíteni, tehát a stáblistát. Hát, ahogy ránézünk, itt van egy zenei levezetés, és itt van a stáblista, itt pedig a vége. Gyakorlatilag én azt mondom, hogy egy picit előbbre viszem a kurzort, és innét fog indulni. Nyilvánvalóan azon egyszerű oknál fogva, hogy nekem idő kell, amíg a rögzítést, illetve az átírási, felismerési folyamatot elindítom. Elindítjuk, visszamegyünk ide, rábökünk erre, és rábökünk. És látni, hogy itt a sarkában elkezd így ugrabugrálni a dolog, és utána nekünk nincs semmi olyan teendőnk, nyilván a végéig szeretném én átiratni, amikor véget ér ez a rövidke kis szöveg, itt elindul a kis körbefutó dolog. Igen, tudom, ez le fogja terhelni neked a processzorodat, illetve hogyha úgy van beállítva a videokártyának a processzorát, a GPU-t, de lényeg számunkra, hogy igazából erre várni kell. Az, hogy jó minőséget végezzen, az valóban idő. Tehát nehogy azt gondolt, hogy 2 órás lejátszás egy másodperc alatt át fog neked írni. Nekem az a tapasztalatom, hogy valóban hosszadalmas idő, valóban leterheli a processzoromat, valóban meg kell várni a végét. Ahogy lehet látni, megkaptuk a szöveget, itt alul megjelenik a szokásos ikon, azaz másoljuk át, kijelölöm, átmásolom a vágólapra, és megnyitok egy szövegszerkesztőt, hogy lássuk azt, hogy ez bizony milyen szöveg lett, milyen minőségű. A szöveget nyilván te hallod, menet közben hallod meg nagyjából a magyar nyelv szabályait, ismered, nagyjából a szöveget ismered, azaz ki kell javítani. Nézzük meg! Elhangzott a szív böjtje Temesi Ferenc kis regényének, ilyen hibák vannak. Tehát nehogy 100%-os dolgot várjál, mindig lesz benne neveknél, idegeni szavaknál, hasonló szavaknál, tehát itt kisregény vagy kislegényének, azért nagyon közeli a hangzása, még akkor is, hogy ez egy profi felolvasás. Tehát a rádióban nyilvánvalóan nem amatőrök dolgoznak. Én úgy tapasztaltam, hogy gyakorlatilag olyan 95%-os ez a modell, szerintem ez a legjobb modell, de a többit is ki kell próbálni, és utána, amikor kész van, elkezdheted javítani az anyagot, nem 100%-os. Ezt hozzáteszem, mielőtt valaki azt mondaná, hogy hát micsoda vacak. Igen, igen, igen. Nyilvánvalóan rosszabb a minőség, mint hogyha a profi gépíró, illetve hát átíró dolgozna a szövegen. Én úgy gondolom, hogy az emberek nagy részének azért ez segítség. Mondom, ismétlem, ez segítség, de nem fogja megoldani azt, hogy esetleg órán 45 perc, vagy mennyi egy tanóra rögzíted az előadónak a beszédjét, és a 100%-osan mondjuk matematikai szöveggel teletűzdelt szöveget 100%-osan át fogja neked írni. Véleményem szerint azért ez egy kényelmi dolog. Köszi szépen, köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok!